Hölgyeim és uraim, Vince 1-2-3, milyen bonyolult név ez? Hát mit szóltok hozzá, itt van veletek, Ermit unapátok? Azért jöttem, hogy elmeséljem, hogy igenis, angolul is lehet játszani, hogyha nem tudod átállítani a kliens magyarra. Igaz, hogy sokszor elmondtam, de valaki lusta, vagy így kényelmes, vagy még nem kérdezte meg, hát hadd játszon így, ha akar legalább. Icipici, ricipici, ricipici, cicit, fejlődik a tudása. Értitek? Na azért. Szóval gyerekek, nézzétek meg, hogy milyen szorgalmas fiatal emberrel állunk szemben, aki már ki is szedte a karabossza szedte. Wow, Michael, de most komolyan, tehát nincs leesve az állatok, hogy bosszus. Na, nézzük meg, mit tud egy ilyen hős fiatal ember. Szerintem ez egy nagyon furcsa és érdekes karakter, olyan, mintha valaki összerakta volna, aki tud gondolkodni. Ugyanis igaz, hogy 3000-es teteje sincsen szinte, meg 1,13 attack speed, de mellé mindjárt bepárosul egy 3,4-es crit sebzés, gyerekek. Én arra azt tudom mondani, hogy meglepően rohadt erős karaktert kaptunk így. És ezt a hármat így összeszorozzátok, akkor rájöttök, hogy... Ja, hát meg oda ott van még, ugye mondjuk a speedet vegyük ki a képletből, mert a hógolyó miatt úgyis tök mindegy a speed, de beleteszitek a 63%-os kritet, és oh my god, hát ez nagyon sok rájöttök. Hát figyeljetek ide, itt egy hihetetlenül jó karakter állt össze. Hihetetlen, hát 3000-es tető, szinte majdnem eléri, melléket 3,4 kritsebb és 63% krittel. Hát 3-ból 2 sárgul gyerekek, és az akkora hatalmas, hogyha nem tudom, hatalmas sebzése nem, mert ez brutti. Hát én azt mondom, hogy ez egy gyönyörű férfi munka. Tehát itt, hogyha elidőzünk, ha nem is látnánk más képet erről a karakterről, mint ezt az egy fantasztikumot, már azt tudnánk mondani, hogy ez a karakter nyert. Van egy kis ellenállás, 34%, majdnem 50 védelem, 4004 élet, érted így kerekítve. Ezzel az egy karakterrel már vállalni lehet minden köztes, igenis ez az ember jöjjön velem, ő legyen a DPS, küzdjön, látom prémia is van, tehát odafigyel a dolgokra. Gyerekek, ez egy kidolgozott karakter. És nézzetek egy övet, mindjárt crit sebzés, crit damage, damage, tehát nem kutya. Mi az, hogy kiszlotolva még nincsen a szegény, meg hát a kövei se túl erősek, de alapvetően nem friss karakter, mert azért itt mindenféle régi cumókat látsz az inventoriában, tehát nagyon régi karakter, úgymond. De alapvetően nagyon szépen ki van dolgozva. 4 darab sötétére van hangolva. Nem tudok benne kivetni valót találni. Na nézzük csak, mi, ami ahogy esik, úgy puffan. Na, tehát volt egy öve, igen, és akkor tudunk-e menni tovább, nem enged tovább a fantasztikus Facebook, úgyhogy egyesével kell kattintanom. Hát bocsássatok meg, ugye a sötétség lábnyoma, hát ismerjük, 15% speed van benne, de nem az a kunst, hanem addigra már ugye a 10%-os damage is megvan, az 5%-os crit rate emelés is, meg a 15%-os crit rate emelés is. Tehát ebből a kettőből már fantasztikusan lehet építkezni. Na, aztán megint megkaptuk ezt a képet. Itt viszont láthatjuk, hogy egy piros gyűrűvel a kritsebzéses cuccból 2-t használ, én betenném a harmadikat is, tehát az amulett és a gyűrű mellé én bizony betenném a fegyódíszt, és Isten tudja, akkor 370 lenne a képsebzés, maximum a kritedes lenne, hát ja, mondjuk az igaz. Piros gyűrű mindenképpen álomszerű, hát jó, te is gyűjtöd a marhaságokat, de úgy látom mindenki azt teszi, én már nem is mondok semmit. Na nézzük akkor, igen, ugye a kezes 15% speedet ad, ugye a sötété kezes, és akkor set bónusz természetesen érvényesül, tehát abból még jön annyi speed, ami éppen még, hogy mondjam, használhatóvá teszi, akkor itt, hogyha jól kombózik az ember, mondom a hugolyónak meg olyan tök minden speed, akkor is szépen, komótosan, nyugodtan, lassan és értelmetlenül lövj el, hogy aztán nagyon jól hasson. Persze, úgyhogy csak ámuljunk és bámuljunk, nem tudom, hogy hol tartottam. Na, mechanikus pecsét, ugye erről beszéltem, ez ott 30% crit, sebét 225 critet, látjátok, szépen benne vannak a fényes
Kövek, hát ez a karakter nem sokat farmol, ahhoz képest amennyit farmolhatna, mert ugye kövek azok nem nagyon vannak balanszba a karakter korával, tehát azért kicsit már tovább kéne tartanunk fiatalember. Na, Magotina köpenye, ugye ez még csak kettes szintű, de már ugye ad 530 ellenállás, 158 kritet, meg 6,4 krit értéket. De ne tudja, én nem így raknám össze ezt a karit, de biztos, tehát gyönyörűzzel alatt 3% krittel, úgyhogy egyepen ész. Na! Bár hogyha megnézem, ha ez harmadik szintű lesz, akkor az már biztos még erősebb lesz, úgyhogy hallgatok. Na, hol is tartottam, ezt néztük már. Én nem, a sötét éj vállas, ugye krit 467 krit, ami ebből számít. Itt azért a kiállítók szépen össze vannak rakva egy helyre, maga az esztétika az, ami tetszik ebben a karakterben. Ezt megnéztük-e? Igen, a Dusty Cloak-ot, poros kabátot megnéztük. Jabite, és akkor itt jön egy ilyen inventory bemutató, hogy még mennyi cuccot össze lehet szedni. A 21 legendás az már mire vár? Mire készül? Csak nem 50-es. Vagyis hát az új szintemelésre 55-re vársz vele pontosabban, hogy kidedogjam magam végre. Szerintem a fiatal ember titokban szintemelést vár, gyerekek. Van egy ilyen érzésem, hogy arra rakosgatja össze a legendeket, mert mi másra? De komolyan, tehát... figyeljétek a kis ravaszokat, elkezdtek készülni. Na hát aztán színezékek, hoppá, gyűlögél a Dragonset, hát én még... látjátok, én még itt messze nem tartok, szépen csinálja a fiatalember a Dragon Eventet. Ezzel bizony probléma nincsen, úgyhogy... na, mindenféle kis kovácsolni való dolgok. Úgyhogy akkor hopp, 3000 arany, most nézem. Ami azt jelenti, hogy vagy gyűjtögetős vagy, vagy pedig Underból élsz, és úgy jön. Hát 1 millió PvP pont azért ott befigyel, azért azt nézzük. Úgyhogy el van a kisrác. Na de... ez azt jelenti, hogy sokat gyűjtöget, sokat farmal, hogy aztán valamit összekovácsolva összejön neki a dolog. Ezt pont ezt néztük, már nehéz fejbe tartani, hogy hol tartottam. Még valami prémecske is van, és van elrakva sok-sok csákány. Ugye ezt majd be kell váltani kulcsokra, amfora kulcsokra. Úristen, a régi szett. A régi karabosza szett, ezért a fél karamat adnám komolyan. Hát nagyon csak képletesen. Nagyon szeretném, ha meg lenne, de hát nekünk ez már sajnos nem lehet meg. Amit nagyon bánok. Jaj, de bánom, hogy ne bánnám. Ezt láttuk, akkor ezt is láttuk. Igen, akkor ezt is láttuk. Bocsi, mi ezt most ki kell sakkoznom, de most már megjegyzem ígérem, hogy hol tartottam. Mechanikus gyűrű, ahogy mondtam, 63 nevics, 235 crit rate lett. Játok, a harmadiknál még kapna 20% crit damage-et, meg... tehát még manát is generálna, hát ami mana az jó. Na igen, és akkor itt van egy ilyen véres fog, 620 HP, 25% crit rate emelés. Én is ezt használom, rosszat erről mondani nem lehet. Tehát ez valami fantasztikus tárgy, ez minden maginak alapkellék, vagy egy, vagy kettő, ahogy éppen esik. De ezt kihagyni nem lehet. És akkor nézzük is. Egy, na ez a kristály, erre mondtam, hogy ennél szerintem sokkal jobban járna ezzel a zöld kis mechanikus kristállyal. Én nem ezt raknám föl, ez kritet ad, az meg set bónuszok miatt sokkal jobban járna vele. Az 50%-ot, nem tudom, hogy miért ezt raktad föl, ízlések és pofonok, én biztos azt raknám. Fene tudja, ez olyan furcsa logika, sokkal jobban járnál vele. Na és akkor utcsó kép. Beszéljük meg, gyerekek, azt mondja, hogy 4, 8, 12, 17, 18, 3, 18,8 körüli crit sebzés, plusz 19 sebzés, vagy crit sebzés, sebzés százalék, plusz 19 sebzés, gyönyörű, gyönyörű egy állat, ez a ruha is. Hát rosszat mondani, semmiket nem lehet róla, csak nézegetem közben a karaktert. Egyszer nagyon jól van összerakva. Tehát mondom, azzal a 3,4-es crit sebzéssel én azt mondom, hogy teljesen levettél a lábamról, mert húj, de kemény. Congratulation, barátaim. Tehát erre nincs mit mondani, ez szépen össze van rakva, ki van fényezve, egy-két dolgot biztos változtatnék rajta, hogy az enyém lenne, de alapvetően egy hihetetlen jó koncepció alapján összerakott
kiforrott, kiformált, megkonstruált kis játékszer. Úgyhogy aki ennek a tulajdonosa, az biztos, hogy nem bán vele játszani. Mondjuk azt a 3000 aranyat én akkor se kraftolnám, én bizony eladnám a francba, nem tudom, egy elgambléznám, 620-as majdnem. Na jó, csak 598. Na jó, de ez az én véleményem, Kusolya Hermit, ez nem a te karaktered, ne pofázz el velem szépen. Köszönjél a nézőktől, mondd meg nekik, hogy megtalálnak a facebook.com/hermithuna YouTube-on. Evilket is elkezdte a videózást, ott is láttok majd anime videókat, meg beautykat, amik titeket úgysem érdekelnek, de azért megmemlítem. Ezen felül megtalálhatok a Lady Sabrina oldalon, azt keresjétek, ladysabrina.atv.hu, úgyhogy megtaláltok, véreim, keressetek. És természetesen jövök még sok-sok videóval. Köszönöm, hogy megnéztetek. Iratkozzatok fel a csatornára, hogy nem maradjatok le semmi jóról. Csőváz, csőpacsi, sziasztok!